Kedden reggel 8:30-kor A. Zoltán meghallgatásával folytatódott volna a magyar fogadási csalási ügyek tárgyalása a fővárosi törvényszéken, azonban H. Gábor negyedrendű és S. László ötödrendű vádlott, akikre a keddi vádlotti vallomások is kiterjednek, nem jelent meg a bíróságon. S. László betegségre hivatkozva nem jelent meg, míg H. Gábor távolmaradásának okáról semmit sem lehetett tudni. Bár felmerült, a bíró és az ügyészség végül nem rendelt el a vádlottak rendőrségi előállítását, a meghallgatást pedig 13 órára halasztották. A tárgyalás folytatás előtt kiderült, hogy H. Gábor azért nem tudott megjelenni, mert állapotos feleségét kórházba kellett szállítani. Azonban mivel a két vádlott délután sem érkezett meg a törvényszékre, a tárgyalást érdemben nem lehetett folytatni. Ezután az ügyészség röviden ismertette a vádiratot azokra a vádlottakra vonatkozóan, akik nem voltak jelen a múlt héten. A magyar fogadási csalási ügyek tárgyalása június 3-án A. Zoltán meghallgatásával folytatódik.